fél oldalasra sikeredett a 2020-as esztendő a sényői futballcsapat számára. Az NB3 keleti csoportjának egyik meghatározó együttese tavasszal mindössze egy igaz győztes bajnokit játszott, majd hosszú szünet következett. A hagyományoknak megfelelően a holt szezonban minimális volt a mozgás a keretben, így egy összeszokott gárda vágott neki a hosszú ősznek. A bajnokságban szállította a várt eredményeket a csapat, a Magyar Kupában pedig az elmúlt évekhez hasonlóan ismét egy nagymúltú együttes, ezúttal a Vasas érkezett a sényői sporttelepre. Végül 10 győzelemmel, 4 döntetlennel és 7 vereséggel szerzett 34 pontjával a 7. helyen tölti a téli szünetet a sényő. Tényleg 100%-osak voltunk tavasszal, mert egy darab mérkőzést játszottunk, amit meg is nyertünk, és sajnos utána vége szakadt a bajnokság, ugye azt 4. helyen zártuk, jelen pillanatban akkor pont a 4. helyen tanyáztunk. Ugye azóta is tart sajnos ez az őrület a világba. Ott volt utána egyéni program a játékosoknak, utána volt egy kis pihenő, majd elkezdtük, ahogy engedték ugye a jogszabályok a csoportos edzést. Úgyhogy mondhatni szinte tényleg már ilyen május óta kb. Alapoztak a fiúk egészen a bajnokság kezdetéig. Nagyon hosszú és unalmas volt már idézőjelben ugye mindenki számára ez a monotonitás. Aztán ugye elkezdődött a bajnokság augusztusba, és ugye az is elég hosszúra sikerült, mivel ugye 20 csapatosra duzzadt fel ez az NB3-as mezőny, és még előre hoztak 2 mérkőzést ugye a tavaszról, valamint volt egy kupameccs, úgyhogy így 22 mérkőzést játszottunk össze. Bár az edzők mindig hangsúlyozzák, hogy a csapat nyerési csapat veszít, azért vezetik az egyéni statisztikákat is. Lizák Bence vezeti a házi góllövő listát 8 góllal, második a Kapacina Valer 7 góllal, és a 17 éves Pál Zsombor pedig 6 góllal a harmadik. A kanadai táblázatot viszont a Kapacina Valer vezeti 19 ponttal. Pál Zsombort meghívták az ifjúsági válogatott edzőtáborába, ami Imrő László szerint a játékos teljesítménye mellett a klub számára is elismerést jelent. Én azt gondolom, hogy a Zsomborra méltán lehetünk büszkék, a klubnak pedig ez szerintem egy óriási elismerés. Ez is egy út a fiataloknak, és ez is jelzésértékű lehet, hogy innen is lehet valaki korosztályos válogatott. A Pál Zsombor pedig tavaly tavasszal is nagyon jól szerepelt, vagy az előző szezonban, most pedig ősszel is nagyon jól szerepelt és sokat fejlődött. A Tiszakécske elleni meccset játék nélkül veszített el a sényű, mivel a listavezető nem járult hozzá a találkozó elhalasztásához. A mérkőzések között voltak olyanok, amelyekkel elégedett volt az edzőpáros, és voltak kevésbé sikerült 90 percek is. Pozitív irányba, talán a Tiszaújváros ott tényleg nagyon, nagyon jól játszottunk, vagyis hát ott kaptuk el úgy kb. Inkább a fonalat, vagy a igaz vereséggel zárult Vasas kupameccset is ide vehetném, ahonnan teljes arculatot váltott szinte a csapat, és onnantól tényleg egy nagyon jó szereplés indult be, meg egy nagyon jó periódus. De ide vehetném még hazai pályán most, ami olyan friss emlék számomra, akár a Balassagyarmat, vagy a Tiszafüred elleni győzelmet is. Hát ami negatív, az a gyöngyösi mérkőzés, az nagyon fájó, valamint nekem személy szerint például Egerbe nagyon jól játszottunk, nyernünk kellett volna, le kellett volna zárni a mérkőzést, és ehelyett a 85. percbe kikaptunk 1-0. A téli szünet hosszú lesz, mivel február 28-án folytatódik majd a bajnokság. A játékos keretben ezúttal sem várható jelentős mozgás, a felkészülés január 11-én kezdje el a sényű.